Szevasztok, srácok, Csipi vagyok. Folytatjuk ma tovább a déli káó sorozatunkat. Ugye a héten abszolút nem ment a déli káó, de gyötrelmes volt. Nem is tudom, hányszor kaptam ki, de vagy 10-szer. Tehát volt egy csomószor bejutottunk a döntőbe, 2 góllal mentem. Egyszerűen a csapat, mint hogyha elment van a szabadságra. Ha 2 góllal megyek, elfelejtenek játszani. Senki nem indul, mindenki áldogál, tehát nem helyezkedik középpálya átjáró, ez hihetetlen. Tehát hihetetlen volt ez a hét. Nem is tudom, hanyadjára vagyok megint a döntőbe, de nem remélek már semmi jót, tehát elképesztő volt. 3-5-re megvertem, erre nem emlékszem erre a meccsre. Ez egy nagyon kemény meccs volt, de ez hosszabbításba dőlt el. Vezetett a csáv, azt hiszem, a 3-1-re is. Aztán átvettem 4-3-ra a vezetés, és végül kiegyenlített az utolsó percben szokás szerint. De tényleg egy csomó döntőt utolsó percben ment el. Tehát ilyen 90 pluszba lőtte a csáv a gyöngyszeres gólt, úgyhogy én vezettem 2 góllal, meg ilyenek. Ez a elődöntő pedig egy olyan ellenfél volt, hogy ilyen piros játékosai voltak, tehát VL-ezik. Ugye én nem VL-ezek, én csak itt szoktam néha így online játszogatni a KO-ba, déli KO-ba, úgyhogy elég nehéz volt. De itt is 3-1-re mentem, és 3-1-nél az egész csapat így leállt. Tehát csoda, hogy nem kaptam ki megint. Úgyhogy így megyünk neki a döntőnek, srácok. Lesz, ami lesz. A csapat a szokásos. Nem is tudom, mit kéne változtatni igazából. Nem változtatok semmit, de hát volt, hogy másik csapattal próbáltam meg, és ugyanúgy vezett, és akkor így leáll a csapat. És kikapsz. Hihetetlen volt ez az egész hét, tehát már pecsem tele van vele minden esetre. Meglátjuk, milyen ellenfelt kapok aztán. Na lássuk, milyen ellenfelt kaptunk. Hatikon, Ronaldo, Hummels, Pogba. Hát szerintem ez elment. Special day for you today. It's the final round of the FUT Champions Knockout Tournament. I'm Martin Tyler, and with me as usual to describe all the action, Alan Smith. Well, this is when push comes to shove, isn't it? Very close, both sides to qualifying for the FUT Champions Weekend League. And that's when nerves can creep in, when players can make mistakes. So much at stake here today. Na, Ronaldo meglép, beadja, Farman. Now you've got your chance to check on the lineup for the home team. Starts alongside Nicolas Otamendi at the back. Antoine Griezmann plays up front with Griezmann. De Piero. Rui Costához. Hát nem fog átjönni a passz, gondoltam, mert Ronaldo. Ez a Gullit, ez a legnagyobb kamu játékos a FIFA-ban, de De Piero szerez egy labdát végre. Hova passzolnak megint a játékosaim? Nem jó, nem jó, nem jó. De még jó lehet. Ott az első! Bizonytalankodott a védelem. Ezt használjuk ki. Passz, nagyon szar volt az indítás. Nagyon gyenge passz volt, ugye. És ugye ketten Rui Costa és Griezmann hozta össze a gólt. Rui Costa lejön, bejön, gondolom valami speciális szala. Csodás. Ott nem jössz át. Ezt tudtuk, hogy visszaadod. Na, na. Suárez visszaszerzi.
Bakker, Suárez felé. Lövi, nagy helyzet volt ez is. Vissza fogja adni. Igen, ezt tudtuk. De Piero. Suárez, kilép. Ott a második. Elteszi a hosszúba laposan. Megint bizonytalan volt a védelme. És akkor most fog összezuhanni a csapat 2-0-nál, majd figyeljétek meg, de mindig ez volt. Ja, ezt mindig vissza akarja adni. Átrapassz, és akkor beindul a játékosnak passzol. Les volt? Nem volt les? Nem. Rui Costa megindul. Nem volt jó a passz. De miért nem volt jó a passz? Na most van baj. Gyenge volt. Griezmann. Nagyon be van tömörülve, amúgy. Hummels becsúszva szereli Suárezt. Biztos, hogy elküldjük a bedobást. Nem, hogy mit húztunk meg. Kipattan jól van Salahról, atya ég. Most csak Mázli volt. Nem hiszem el! Kimarad az ígyszer! Azt a buzi Griezmann-t le fogom hozni. Ez ki volt játszva furra? Ki a kapus ennek te? És most ebből fogom gólt kapni. Nem. Atya ég, mi maradt ki itt? Úristen. Na, ezt hogy adtuk így el? Ez se jó, ugye Ronaldo-nak bele kell térni a passzba, nagy kam. Na, Walker. Jó, hát ez gyenge volt, ezt tudtuk, hogy oda passzol, öreg. Nem sikerül átmennünk. Pötti. Gullit. Jó, hát ezt tudtuk, hogy oda passzol, de ez annyira kiszállítható volt öreg, de vissza kell pattani az a Gullithoz állandóan. Szerezzük már a labdát. Hopp, elhúzza. Köszi, ez gyenge volt öreg. Ez még gyengébb. Nem hiszem, hogy eladjuk. Szép, Zanetti.
Zanetti. Excellent technique shown by Rüdiger on the ball here. Föl. Griezmann. És akkor Griezmann lassú, mint a pöcsöm. Remélem, hogy kapunk még egy gólt itt a fél idő vége előtt. Fejeljük már ki. Jó, lefújta. Nem is tudom, most váltsak formációt, vagy ne váltsak formációt erre a szokásos két CDMS-re. Még nem váltok, aztán meglátjuk, hogy szuper el a csapat. De Griezmann helyett behozzuk, Del Piero fölmegy, és akkor Griezmann helyett bejön Fekir. Aztán meglátjuk. Lehet, hogy utána átállunk arra a két CDMS-re, srácok. Hogy Griezmann kijötte azt a 110%-os zicsert, azt nem hiszem, mert 3-0-nál szerintem eldött volna a meccs, így 2-0-nál ez egy pont egy olyan eredmény, hogy még simán ki is kaphatunk 3-2-re. Set off in the second half with 45 minutes remaining in the final of the FUT Champions Knockout Tournament. Trying to switch on the attack. De milyen passzokat adnak a játékosok, mert kinek nem is akartam passzolni. És akkor megint a középpálya átjáróház, ki fogja indítani, igen, azt tudtuk. It's with Litmanen. This turnover could be costly against a side that can break like this. Nicolas Otamendi. Hát nézd meg, Ban, inkább belelövi a Petibe, ahogy tenne egy paszt. Melyik sutyarák volt ez a Matic? Ez most mi volt a szabálytalan? Na nézzük, Roberto Carlos elcsavarja a sorfal mellett, ugye, mint az a legendás gólja. Nem, a szálával lőtte rá, azt hiszem a Ronaldóval lól. Atyajég, visszafélje a Gullitnak, bazd meg. Ez mi volt? Nem sikerül indítani, nagyon fasza. Igen, köszi, ezt tudtuk. Ez meg nem megy át. Roberto Carlos loves to get on the ball. Pogba. Looking to supply. Magasan Ronaldónak jó lesz. Csak szar a középre adott labda, persze Pötibe elakad a felszabadítás, ugjuk már el. Rui Costa, hopp, megy rá ki a Roberto Carlos. Suárez. Ott van Del Piero, 3-0. Ellenfelünk meg is unta, ki is lépett, hála Isten, nem kell játszani ezt a meccset. Na hát, 1500 coin meg egy Small Gold Players pack. És ugye mehetünk a Weekend Ligába, de nem nagyon szoktunk Weekend Ligázni, azonban Alex Weekend Ligázott hétvégén, azt hiszem 8 meccset játszott, úgyhogy átveszünk most majd a Weekend Liga rewardot is. Na hát, ahhoz képest, hogy milyen moskasul kemény csapata volt az ellenfélnek, 3-0-nál csak feladta. Úgyhogy megértem megpróbálni még egyszer. Túl sok lövése nem volt, 3-ból 1 talált a kaput, nálunk 5-4, az se egy acélos teljesítmény szerintem. Úgyhogy most vegyük át a pakkokat, 3 pakkunk van. Ugye Alex azt mondta, hogy vegyem át, egyetlen egy hétvégén Weekend Ligáztunk,
8 meccset játszott Alex, abban 6-ot megnyert, az első 6-ot megnyert, és utána kétszer kikapott, és tele lett a pöcse vele, úgyhogy nem weekend ligázott tovább, de kaptunk egy ilyen bronz 2-es Foot Champions pakkot, úgyhogy azt is majd ki fogom nyitni, de kezdjük ezzel a Small Gold Players pakkal. Beglitchelt, akkor ebben nem lesz nagyobb játékos, igen. Egy ilyen hulladékpak. Ezt inkább eldiscardolom, se jó semmire. Premium Gold Players pak. Ugye ezt kaptuk a Weekend Ligáért, azért a 6 vagy 8 meccsen, amit lejátszottunk. Vékony, fos, meg se nézem. Ez is egy hihetetlen fos pak. És akkor nézzük meg ezt a fantasztikus, mi ez? Bronze 2 Foot Champions pak. Hát igen, 8 meccset játszottunk. Január óta nem weekend ligázott Alex, mert nem szeret weekend ligázni. Tök időpocsékol ez szerintem, úgyhogy most játszott 8 meccset még pénteken, akkor volt ideje, mert amúgy nem van a Balaton Soundon. Azért is veszem most én át ezt a fos pakot. Két aranyjátékos van benne, két piros. Úgyhogy fogalmam sincs, miket dobhat most. Megnézzük. Úristen, egy Akinfen van, lol. És ki a másik? Sheehan. Két fantasztikus játékosabb bővült akkor a klubunk, srácok. Megérte weekend ligázni. Na jó, nem. Szerintem a hétvégén nem is fogunk weekend ligázni, ez a múlt heti pénteki weekend ligáz csak egy ilyen véletlen volt. Minden esetre, hogyha tetszett ez a videó, mármint hogy a déli KO döntő, akkor dob rá egy lájkot. A jövő héten is déli KO-zok, de ezen a héten játszhatatlan volt. Csipi voltam, szevasztok!